A Homrokdi Krisztus teste és vére templom megáldásának 10 éves jubileumát ünnepelték október 22-én. A közösségi teret is magába foglaló modern épület az elmúlt 10 évben számos lelki programnak adott otthont, nem csak a helyieknek, hanem a környező települések közösségei számára is egyaránt. Milyen jó, hogy a Jóisten így akarta, a Szentlélek így vezetett, hogy az eukarisztia évében találtuk ki a templomépítést, és a Krisztus test és vére templomban lett, ugye, amint tudjuk, egy kis közösség, mert nyilván 4-500 fő csak a közösségek ide tartozik, és abból is ugye az átlag 10% jár körülbelül templomba. De vonzza ez a közösség. Itt most beszéltem valakivel itt a templomban is, úgy örülök neki, Miskolcról jött, hogy ismét volt van ilyen alkalom, mert olyan jó ide bejönni, hogy mindig tehát jó érzés, de a templomba benézni, valami kegyelm áradás van, annélkül, hogy bármit tennénk. Én azt mondom, hogy valamiképpen mindenki átérzi ezt, hogy az oltári szentségre szentelt, vagy annak a titulusát hordozó templom valamiképpen vonzó. És azt mondom, hogy a maga az egész épület együttes úgy lett kialakítva, hogy a közösségeket szolgálja, közösségi élményt adjon, ne csak egyfajta liturgiát szolgáljon ki. Az esemény, a zenei sokszínűség és a különböző műfajok együttműködésének ünnepe is volt egyben, hiszen az egri érseki fiúkórus, valamint a Gável testvérek által fémjelzett Eucharist zenekar egy-egy önálló mini koncerten túlmenően közösen adták a hálaadó Szent Mise zenei szolgálatát. A főcelebráns Majnek Antal szentbeszédében az Eucharisztiára helyezte a hangsúlyt. A Munkácsi Egyházmegye püspöke úgy fogalmazott: ez a Teremtő Atya a legnagyobb ajándék a számunkra. A szeptemberi eucharisztikus kongresszust megemlítve elmondta, akik részt vettek rajta, azoknak hála és öröm költözött a szívébe. Az Isten ezzel az eseménnyel azt akarta, hogy figyelmünk az ő eucharisztikus jelenlétére szegeződjön. Az ember számára ez az élet forrása és csúcsa, a boldogulás ezen a földön, fogalmazott Majnek püspök. Minden gyógyulásunknak a kezdete, hogy az Úr Jézus jelenlétét fölfedezzük. Fölfedezzük, hogyan szeret minket a jó szóval, bárkitől is kapjuk, szüleinktől, testvéreinktől, katekétától, paptól, vagy még akár egy kellemetlen embertől is. Ha fölismerjük, hogy az igazság szól hozzánk, a szerető Atya szavai ezek, akkor biztos, hogy már kezdünk fölfigyelni, és fölkiáltunk: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! És ő könyörül minden hozzá fölkiáltó, fölsíró emberen, és ő kinyújtja a kezét, akár mennyire is fullad és süllyed az ember, mint Péter volt ott azon a viharzó tengeren, s rögtön ott terem. A jubileumi ünnepség szeretett vendégséggel zárult.